Dunaharasztira is ellátogatott a télapó. Ünnepi fényekkel kivilágított hintón érkezett a gyerekekhez, bejárva az egész várost. Manói segítették őt abban, hogy az izgatott és kíváncsi gyerekek, akik már nagyon várták a nagyszakállú dunaharaszti utcáin, szaloncukrot kapjanak. A látogatást karácsonyi dallamok kísérték, így teremtve még inkább ünnepi hangulatot. Az első helyszínen, a Knézics utcai játszótérnél nem időzött sokáig a télapó. Sietnie kellett a következő állomásra, de mi végigkövettük útját földön és levegőben egyaránt. A pillangó lakópark után a DMTK pályához érkezett a díszes hintó. Itt is hangosan köszöntötte télapó a gyerekeket, akik a lovakat is megsimogathatták. A Baktai téren tudtunk néhány szót váltani a legmagasabb beosztású Manóval, aki megosztotta velünk, mi is pontosan a feladata a télapó mellett. Én itt a helyi segítője vagyok a Mikulásnak, ugyanis ő ugye nem ismeri Harasztit, úgyhogy az elsődleges feladatom, hogy itt az útvonalba segítsek, hogy merre menjünk, merre látogassuk meg a gyerekeket. A másik pedig, hogy amikor megérkezünk egy helyszínre, akkor segítek a szaloncukrok kiosztásában. Valamint amikor tovább indulunk, akkor egy kicsit meg kell kérni ugye a gyerekeket, hogy engedjék el a Mikulás, hogy tovább mehessünk a többi gyerekhez. Úgyhogy leginkább itt az irányításban segítek a legtöbbet. Mindenhol nagyon sokan vártak minket, és nagyon jó esett, hogy sokan integettek, köszöntek nekünk, örültek a szaloncukornak, és jó volt látni a gyerekeket, akik nagyon-nagyon örültek a Mikulásnak. És az a legérdekesebb, hogy vannak olyan gyerekek is, akár biciklivel, rollerrel, akik kísérnek minket egyik helyszínről a másikra, de vannak családok, akik eddig a negyedik helyszínig is elkísértek minket. Úgyhogy ez egy hatalmas élmény szerintem nekik is, meg nekünk is egyben. Homer Godó Enikő, a Dunaharaszti Balett Stúdió vezetője elmesélte, honnan indult a télapó látogatásának megszervezésének útja. Onnan jött az ötlet, hogy van egy balett stúdiónk, ahol már immáron 5 éve vendég nálunk minden évben a télapó. A mi kis stúdiónknak a gyerkőceit szokta meglátogatni, és idén a pandémiás helyzet miatt az óvodának ajánlottuk föl, hogyha mi lenne, hogyha kontakt nélkül így meg tudnánk oldani a télapót. Igazándiból elment a városba a hír, és a Klári, a Szivárvány óvodának a vezetője volt, aki az önkormányzattal felvette a kapcsolatot, és felkarolták magát az eseményt, és így valósulhatott meg így városi szinten is. A Baktai térről a télapó és a mi útunk is a következő állomásra, a Domb utcába vezetett, ahol a Szivárvány óvoda vezetője, Csapóné Nagy Klára számolt be arról, miként fogadta a kezdeményezést. Nagyon örültünk neki. A Balett Stúdió most már 5. éve a balettosoknak tartja ezt a télapóvárást, és igazából az Enikő, a Balett Stúdió egyik vezetője keresett meg engem, mert a kisfia hozzánk jár óviba, hogy esetleg mi is meg tudnánk ezt oldani, hogy a mi gyerekeink a Szivárvány óvodába most így ünnepelnénk a télapot, hogy adunk is, meg nem is, mint a magyar népmesébe, hogy mégis eljött a télapó, de mégse jött be az óvodába, hiszen a Covid-ra való tekintettel erre nagyon oda kellett figyelnünk. Igazából, mivel az Enikő engem megkeresett, és ezért a dunaharaszti anyukákon elterjedt, hogy a Szivárvány óvodába így várjuk a télapot, ott felvetette több édesanyja is, hogy milyen jó lenne, ha ez városi szinten valósulna meg. Enikő meg én nagyon nyitottak voltunk rá, megkerestem az önkormányzatot, ahol a polgármester úr és a jegyző úr azonnal a mögénk állt, mind anyagilag, mind erkölcsileg, támogattak bennünket, és így nagyon hamar, 3 nap alatt meg tudtuk szervezni. Enikő nagyon lelkesen készült, lejárta az utat, ezért is tudjuk most is tartani az időpontokat. Hogyan kerültek kiválasztásra az állomások? Igyekeztünk, hogy a város minden pontja le legyen fedve, ezért én azt gondolom, hogy mindenki örömére 7 helyen állt
állt meg a télapor, de mint ahogy értesültem róla, már azért a határúton is teintették őket, úgyhogy a télapor is nagyon rugalmasan kezelte ezeket az állomásokat, és rengeteg szaloncukrot osztott már szét, és nagyon bízom benne, hogy az utolsó állomásig is elég lesz. Az óvodában hogyan telik az adventi készülődés, hogyan várták a télapot? Mindenki csak a saját csoportjában, nem tartunk közös rendezvényeket, hanem mindenki a saját csoportjában az adventi időszakban minden héten meggyújtja a kis saját gyertyáját, az óvónénikkel készülnek, eddig készültek, várták a télapot, és most már igazából a Jézuskát fogjuk továbbiakban várni, és ráhangolódással, zenével, énekkel, versekkel készülnek a gyerekek, de mégiscsak kifejezetten a saját csoportukba. A kalózhajós játszótéren forró teával és apró süteménnyel várta a bizonyára már fáradó télapót a Dunaharaszti Polgárőr Egyesület, az Önkéntes Összefogás Egyesület és a Nőegylet. A télapó városunkban tett útja a Petőfi szobornál ért véget. A hét állomáson, a megtett útvonalon 60 kg szaloncukrot osztott szét. Segítői remélik, hogy jövőre is ellátogat hozzánk, körbejárva hintóján a várost, örömet hozva a Dunaharaszti gyerekeknek.